idegrendszert kiegyensúlyozó, aszimmetrikus és keresztezett mozgásokat hoztam neked. Nagyon egyszerűek. Az első, tárt kell kezeret és ellentétes bokádat fog meg. A második, ellentétes kéz és lábnyújtás. Ha például a jobb kezedet nyújtod fölfelé, akkor a bal lábadat nyújtsd előrefelé. Figyelj arra, hogy légzéssel összhangban mozog. Ezután a következő gyakorlat, mindkét kezedet fölnyújtod, és ellentétesen érinted a könyöködet, térdedet, vagyis hogyha a jobb könyök jön lefelé, akkor bal térdedet emelet hozzá. A keresztezett könyöktérd érintés után oldalra hajlások lesznek, itt is ellentétesen mozogsz. Ha például a jobb lábadat kiteszed oldalra, akkor te bal oldalra hajolsz el, és nyújtózkodsz a kezeddel is, és a gerinceddel is. Most is légzéssel összhangban mozogsz. Következő gyakorlat, gerincsavarás lesz, kezeket fölnyújtod, és csavarod a törzsed. Amikor egy adott lábat kinyújtasz, például a jobb lábadat, akkor te ebbe az irányba csavarsz, és ellentétes kezedet nyújtod ki előre. Nagyon könnyűek a gyakorlatok, ügyes leszel te is. Kedves egészségedre, örülök, hogy velem gyakoroltál. És a YouTube csatornámon komplex gyakorlatsorokat is fogsz találni, gyere, nézz szét ott is.